Sziasztok! Én Dina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a Dinami Design YouTube csatornán, a meglepetés horkolások és különböző szezonális cukiságok csatornáján. Ma meglepi horgolunk, méghozzá a soron következő második nyári meglepetés horgolás első része következik ma. Tavaly a nyári meglepetés során hableányt horgoltunk, aminek a mintája egyébként a mai napig teljesen ingyenesen elérhető, és hozzá a hablegénynek a mintája pedig megvásárolható tőlem. Na, a mai videóban nem hableányt és hablegényt fogunk horgolni, valami teljesen mást, viszont a téma nagyon is nyári. Hogy milyen színekre lesz összességében szükségünk? Szükségünk lesz sárgára és pirosra, illetve fehérre, szürkére és kékre, és hát ilyen maradék fonalakból elképzelhető, hogy fogsz majd még másmit is használni. Azok nem kötelező elemek lesznek, de hát egész biztosan nagyon jól fognak mutatni a horgolmányunkon. Mielőtt azonban belevágnánk az első részbe, szeretnék veletek néhány fontos információt megosztani. Az első az az, hogy július hónapra készültem nektek egy akcióval, az 1+1/2 akcióval, ami azt jelenti, hogy egy minta megvásárlás esetén a második mintát féláron kapjátok meg, illetve a 2+0 akció, ami párhuzamosan fut az elsővel. Ez pedig azt jelenti, hogy minden kettő megvásárolt minta után ingyen választhatsz egy harmadik mintát, és itt ebben az akcióban tényleg minden mintám részt vesz, kivéve a mintacsomagok, de minden egyéni minta megvásárolható az akción keretein belül. És még egy esemény van, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, ez pedig egy következő meglepetés horgolás. Ez inkább majd ősszel lesz aktuális, viszont szeretnék mindenkinek elég időt adni a felkészülésre, úgyhogy Facebookon már meg is hirdettem az eseményt, a Dinami Design őszi meglepetés horgolás VIP. Ez egy nagyon különleges kis csomag lesz, egy nagy valamit fogunk horgolni, de rengeteg kiegészítő részecske lesz, és együtt fognak ők egy nagyon szép őszi témájú csomagot alkotni. Amennyiben szeretnél több információt az őszi meglepetés horgolás VIP-ről, a leírásboxban elhelyezem neked a linket az eseményhez. És most pedig megmutatom, hogy a mai videóban mire lesz szükségünk. Ma a piros fonalból és a sárgából fogunk horgolni, mind a kettő 50 g per 125 méteres pamut katánia fonal, a hozzávaló horgolótű 2,5 mm-es, illetve egy hegyes ollóra lesz még szükségünk. És ezen kívül még a zsenília drótokra. Ha nem zsenília drótod van, hanem sima, az is teljesen tökéletes, akkor majd egy kicsit körültekintőbbe kell a végeit eldolgoznod, nehogy megsértsél vele valamit. És szerintem most már mindent tudunk, amit tudnunk kell, álljunk is neki a Dinami Design nyári meglepetés horgolás 2023 első részének. És kezdjünk a piros fonallal, készítünk egy varázskört. Varázskörbe pedig fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. Ezzel meg vagyunk, akkor bezárjuk a varázskörünket. Az első és az utolsó szemet vagy összekötöd egy kúszószemmel, vagy pedig haladhatsz tovább spirálban is. A következő sorban minden szemet szaporítani fogunk. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor behelyezzük a szemjelzőnket.
következő sorban az első szembe fogunk horgolni egy darab egypálcás öltést, a második szemet pedig szaporítani fogjuk. És ezt a mintát megismételjük még ötször. Jó, és most megvan a 18 szemünk. A következő sorban fogunk horgolni 2 darab egypálcás öltést, a harmadik szemet pedig szaporítani fogjuk. Majd ezt a mintát megismételjük még ötször. És ha megvagyunk a 24 szemmel, akkor a következő sorban fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést az első 3 szembe, majd a negyedik szemet szaporítjuk. És ezt a mintát megismételjük még ötször. És hogyha megvagyunk a 30 szemünkkel, akkor most pedig fog következni 5 sor 30-as, tehát 5 soron keresztül fogjuk tartani a szemszámot. És hogyha megvagytok az 5 sor 30-assal, akkor a következő sorért, meg lehet, hogy kicsit mérgesek lesztek, de csak egy sor, jó? Az egész következő sorban a szemeknek a hátuljába fogunk horgolni. Először is fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést, mindegyiket a szemnek a hátuljába, majd a negyedik és az ötödik szemet a hátsó szálba fogom fogyasztani. És ezt a mintát megismétlem még ötször. És hogyha megvagytok, akkor kaptatok minden bizonnyal egy ilyen befelé pöndörödő peremet. Ami nagyon szuper, tehát hogyha ilyened van, akkor nagyon-nagyon ügyesen dolgoztál. A következő sortól ismét a szemeknek a teljes terjedelmébe fogunk horgolni. Fogunk készíteni 2 darab egypálcás öltést, a harmadik és a negyedik szemet pedig fogyasztani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még ötször. Jó, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor jelenleg 18 szemünk van körben. A következő sorban fogunk horgolni 1 darab egypálcás öltést, és a második és a harmadik szemet pedig fogyasztani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még ötször. És hogyha megvagyunk, akkor 12 szemünk van most, és maradt még itt egy kis lyuk, ami nekünk kapóra jön, arra, hogy egy pici tömőanyagot juttassunk a horgolmányunkba. Arra kell odafigyelni, hogy ez az alja része ez lapos maradjon. Ez egy fontos része lesz. És hogyha megvagyunk a töméssel, és így néz ki, tehát egy szép kerek formája van, de alulról lapos, az nagyon-nagyon szuper lesz. Most pedig fogunk horgolni 6 darab fogyasztást, és ezzel be is fog zárulni itt a körünk. És hogyha megvagyunk, akkor hát nem kell hosszú véget hagyni neki, egy ilyen 8-10 centit körülbelül elvágjuk a fonalunkat. Hogyha esetleg nagyon pupos lett, akkor ezt a fonalat tudod arra használni, hogy tűvel átvezeted ide a tetejére, és akkor finoman behúzod. Jó? Szemjelzőt eltávolíthatjuk belőle, arra már nem lesz szükségünk. És következzen a következő pici részlet, amihez szintén a piros vonalat fogjuk használni. Fogunk készíteni ismét egy varázskört. Varázskört
adás körbe fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. Ha megvagyunk, akkor bezárjuk a varázskörünket. Első és az utolsó szemet tetszőlegesen összekötheted egy kúszószemmel, de haladhatsz tovább spirálban is. A következő sorban pedig minden szemet szaporítani fogunk. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő sorban az első szembe fogunk egy darab egy pálcás öltést horgolni. A második szemet pedig szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. És ha megvagy a 18 szemmel, akkor most horgoljál 2 sor 18-ast. És ha megvagy a 2 sor 18-assal, akkor úgy vágjad el a fonalat, hogy azért egy ilyen jó 15-20 centis fonalad maradjon. Jó? És ha ezzel megvagy, dolgozd el az utolsó szállat. És megvagyunk. Ezzel elkészültünk, jöjjön a következő részlet, amihez én már a sárga fonalat fogom használni. Készítünk egy varázskört, varázskörbe fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést, 2, 3, 4, 5, és a 6. Ha ezzel megvagyunk, akkor bezárjuk a varázskörünket. Első és az utolsó szemet tetszőlegesen összekötheted, vagy haladhatsz tovább spirálban is. Majd a következő sorban minden szemet szaporítani fogunk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor behelyezem a szemjelzőmet. Majd a következő sorban fogok horgolni egy darab egy pálcás öltést, a második szemet pedig szaporítani fogom. És ezt a mintát megismétlem még 5-ször. És hogyha megvan a 18 szemünk, akkor haladunk tovább. A következő sorban fogunk horgolni 2 darab egypálcás öltést, a harmadik szemet pedig szaporítjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. És ha megvagyunk a 24 szemmel, akkor a következő sorban fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést, a negyedik szemet pedig szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. És hogyha megvagyunk a 30 szemmel, akkor a következő sorban fogunk horgolni 4 darab egypálcás öltést, az 5. szemet pedig szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. Jó, és a következő sorban a szemeknek csak a tőlünk távolabb eső felébe fogunk horgolni. Jó, méghozzá úgy, hogy fogunk horgolni 1, 2, 3, 4, 5 darab egypálcás öltést, és a 6. itt a hátsó szálba szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. Jó, és most 42 szemünk van körben, és így néz ki a mi horgolmányunk. Haladunk tovább, a szemeknek most már a teljes terjedelmébe fogunk horgolni. Horgolunk 6 darab egypálcás öltést, 5,
és a hatodik, a hetedik szemet pedig szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még ötször. Jó, és jelenleg 48 szemünk van körben, és most a szemeknek ismét csak a hátsó felébe fogunk horgolni, de most nem fogunk szaporítani, hanem tartjuk a 48-as szemszámot. Jó, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor így néz ki a horgolmányunk, és most fogunk horgolni 5 sor 48-ast, ezt most már a szemeknek a teljes terjedelmébe, jó? Itt most már nem első vagy hátsó felezünk, csak és kizárólag a teljes terjedelmébe a szemeknek. És hogyha elkészültünk az 5 sor 48-assal, akkor így néz ki. Nagyon szuperen dolgoztunk. Most kettőt tehetsz, vagy eldolgozod az utolsó szemet, vagy ezt most még itt behúzod, tehát biztosítod az utolsó szemedet, hogy ez meglegyen még. Én ezt fogom tenni, mert majd amikor kész leszünk, majd kiderül, hogy miért hagytam ezt itt. Jó? A végét azonban elvághatom. Arra már nem lesz több szükség, rövid réget hagyva, nem kell hosszú, és meg vagyunk. Megvan a következő részletünk, jöjjön a következő, amihez szintén a sárga fonalat fogom használni, készítek egy varázskört. A varázskörbe fogok horgolni 6 darab egypálcás öltést. Hogyha ezzel megvagyok, akkor bezárom a varázskört. Első és az utolsó szemet összeköthetem egy kúszószemmel, vagy haladhatok tovább spirálban is. A következő sorban minden szemet szaporítani fogok. És ha megvagyunk a 12 szemmel, akkor a következő sorban fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést. 1, 2, 3. A negyedik szemet pedig szaporítani fogom. És ezt a mintát megismétlem még kettőször. Jó, és jelenleg 15 szemünk van körben, és most fogunk horgolni egy sor 15-öst. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő szembe fogunk horgolni egy kúszószemet, majd egy rövid véget hagyva elvághatjuk a fonalat. Eldolgozzuk ezt a szemet, erre már nem lesz szükségünk. És akkor most jöjjön az a rész, amire szerintem a legtöbben kíváncsiak vagyunk, és az pedig az, hogy mire fogjuk használni a zsenília drótot. Hát most megmutatom. Körülbelül egy ilyen 7-8 centis darabot fogok így félbehajtani, és össze fogom tekerni a két szálat, és ezzel egy kis erősítést adok neki. Jó, hogyha megvagyok, akkor elvágom. Ez nagy valószínűséggel egy kicsit hosszabb lesz, mint ami nekünk kelleni fog, de nem probléma, mert a zsenília drótot el lehet vágni. És most ezt egy picit félretesszük, és fogunk horgolni egy varázskört. A varázskört nem horgoljuk, hanem készítjük, mindegy. A varázskörbe fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5, és a hatodik. És hogyha ez megvan, akkor bezárom a varázskört. És
és most csak a szemeknek a hátsó felébe fogok horgolni, és minden szemnek a hátsó felébe fogok horgolni egy darab egypálcás öltést. És ha megvagyunk, akkor kaptunk egy ilyen kis peremet, és mostantól 6-os sorokat fogunk horgolni. Először horgoljál ezeket a szemeket, most már a teljes terjedelmébe a szemnek. Először horgoljál meg 2 darab 6-os sort, és akkor utána mutatom, hogy hogyan fogjuk beleilleszteni a zsenília drótot. Könnyebben menjen a horgolás, egy picit ezt így le lehet nyomkodni. Megvagyunk a 2 sor 6-oson, akkor bele fogjuk tenni a zsenília drótot, és így, most így fogjuk majd körbehorgolni. Azt is megkockáztathatod, hogy nem teszed most bele, viszont ha nagyon szorosak a szemeid, és nagyon kicsi a hely itt bent, akkor nem fogod tudni később beletenni a zsenília drótot, úgyhogy biztonság kedvéért én azt mondom, hogy inkább helyezzed bele most, és horgoljál még 8 sor 6-ost. Jó, meg vagyunk, és ebből kell még 2-t horgolni. Jó? Na, hát és akkor nézzük, hogy miket horgoltunk ma. Hát, talányos. Aki ebből kitalálja, az ismeri a gondolkodásomat, mert szerintem ebből kitalálni még nem lehet, sejteni lehet összességében, hogy körülbelül miről is lesz szó. Hát, végeztünk a mai résszel. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem voltatok, velem horgoltatok. A következő részhez hozzatok magatokkal fehér, kék, sötétkék, vagyis ilyen sötétebb kék színű fonalat, és szürke színű fonalat. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy velem voltatok, várlak benneteket szerdán 18:00-kor. Legyen csodálatos estétek! Sziasztok!